Na hát napszaknak megfelelően mindenkinek kellemes kívánok. Most kipróbáljuk a stabilizátort. Ne oda emelő szól a vlog, hanem gondoltam, hogy még haza kísérem magam, innen az arzából, addig elmondom, hogy az a helyzet, hogy nincs helyzet, tehát nincs különösebben semmi, nem történt semmi extra, tehát nem kaptok agyfaszt sem, meg én sem. Maximum az egyedül érdekesség, hogy volt itt egy B&M, ez sokat nem mond senkinek, beszélve azoknak, akik Angliában néznek. Szóval volt itt egy B&M, és az átköltözött a plázába, a Vilko helyére. Ez ilyen nagy esemény nálunk. Na, ami meg engem illet, vagy a csatornát pontosabban, majd megtalálom, hogy merre kell stabilizálni. Szóval, hogy az van, hogy jelen pillanatban úgy néz ki, hogy még mindig nincs meg az elég donation accreditation, ahhoz, hogy szombaton elutazunk, de még folyamatban van a szervezése annak, hogy hátha esetleg találok valami formát rá, hogy finanszírozzam a saját utamat. Ugye föltettem a kérdést a közösségi film, vagy tudom is én már, hogy hívják ezt most már, hogy mert YouTube állandóan változtatgat valamit. Szóval a lényeg, hogy föltettem a szavazást, hogy mi legyen előbb. Ugye három opció van. Vagy az, hogy elmenjünk Blackpoolba, és akkor megnézzük az új villamos szakaszt, ami nem egy nagy vasszizdaszt önmagában véve, tehát nem olyan nagy fejlesztés. Ez a nagy fejlesztés, mert végül is olyan tekintetben nagy fejlesztés, hogy azt a részt szolgálja ki, amivel egy forgalmasabb út, és ahol kellett volna már hamarabb is villamosnak közlekednie, de hát oda még nem jutottak el, úgyhogy most nyitották meg, azt hiszem 3 hónapja, vagy 4 hónapja. Úgyhogy azt érdemes megnézni. 2 megálló az egész, de fontos abból a szempontból, hogy az északi vasúti megállót, vagy pályaudvar, hát nem pályaudvar, az vasútállomást köti össze a várossal, és eddig ugye ez csak busszal volt lehetséges, az egy nehézkesen, most sokkal egyszerűbb a rászállás. Na, tehát vagy ez van, vagy az van, amit én mondjuk úgy, hogy érdekesebbnek tartanék, ez a vasúti költúra, amiben ugye a terv az, hogy innen elmegyek Wigenig, ez megvalósítható. Aztán átmenni Wigan Wallgate felé, az is megvalósítható, mert ez dolgos, tehát akkor nem kell vonat. És Wigan Wallgate-től a Heathbolt Lane-ig elmennék vonattal, na előletes, mert hogy most hétvégén a Northern Társaságnál ilyen eléggé, hogy is mondjam, eléggé nehézkes lesz a közlekedés, mivel nem lesz elég emberük, és ugye elvileg ez csak vasárnapra vonatkozott, de most már állítólag szombatra is vonatkozik, úgyhogy meg kell nézni a menetrendet. Aztán majd meglátjuk, hogy alakul, aztán az is lesz, hogy csak jövő héten lesz belőle valami, és akkor meg olyan mindegy, mert elvileg jövő héten már nincs ilyen probléma, nincsenek fennakadások, és akkor lehet közlekedni, hiszen Heathbolt Lane és Wigan Wallgate között csak a Northern Társaság vonatai járnak. Úgyhogy ez önmagában is netes. Hát, ha még hozzáveszem, hogyha esetleg megint olyan felhőszakadás lesz, mint hétfőn, és megint elárasztják a pályát, ugye? Bár mondjuk én korán mennék, de hát ugye nem tudom, hogy az eső mikor akar esni. Hát, ha megint olyan felhőszakadás lenne, mint hétfőn, akkor az meg azért ciki, mert akkor nem lesz közlekedés. És hát most jó, Wiganből is van, tudok jönni, meg ha eljutok a Heathbolt Lane-ig, ami a terv, akkor még már könnyű, mert ugye Wigan Wallgate és Heathbolt Lane között egy kevesebb fél óra át lehet érni, és akkor az már Liverpool. A Heathbolt Lane-en már jártunk ugye Ricsivel, Szabó Ricsivel, tehát azt is már ismeritek, és akkor a Heathbolt Lane-től a Mercy Rail vonatával, a szerelvényével mennék vissza Liverpool centrálig.
Viszont az fölmerült, hogy egyrészt ugye most a Mercedes az hamarosan megváltozik, már abban a szempontból, hogy metróra fogják hívni. Nem úgy metró, hogy funkcióját tekintve metró, hanem a Metropolitan szóból adódóan lesz metró, illetve az egy másik érdekesség, hogy maga a Mercy Rail, mint olyan megszűnik létezni, de a Mercy Travel is megszűnik létezni hamarosan, ha mindegy az akkor jövőre átkeresztelik ilyen, hogy volt, azt mondom, Liverpool, Mercy és környéke közlekedési társaságban, ilyesmi lesz a neve, tök mindegy, nem az a lényeg, az van, hogy ezzel lehet eljutni akkor Liverpoolig, viszont lehet, hogy az lesz, ha belefér az időben, vagy ha úgy adódik, akkor nem állunk meg Liverpool centrálnál, hanem akkor elmegyünk egy olyan helyre, ahol mondom jártok, egy eléggé lepusztult hely. Tehát érdekes módon itt Angliában vannak azért eléggé lepusztult vasútállomások, és onnan megyünk haza vonattal, vagy jövünk haza vonattal. Tehát ez már még akkor kiderül. Na, úgyhogy ezek a tervek, aztán majd meglátjuk, de hát minden az olyan gyémulik, legfőképpen, meg azon, hogy ugye milyen lesz a helyzet közlekedésileg, tehát az időjárási helyzet, meg az egyéb helyzet. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy mit tudunk ebből megvalósítani. A Red Bull annyira lenne könnyebb, hogy oda van alternatív megoldás. Tehát az nem feltétlenül a Northamptől függ. Tehát mondjuk, hogy csinálják össz, megint esőzés lesz. Tehát megint ez a felhőszakadás lesz akkor, és lezárják az utat, a vasutat. Úgyhogy akkor azt is lőhetem. Na mindegy, hát most ez a terv, aztán majd meglátjuk, hogy mi ez össze belőle. Úgyhogy nagyon nincs semmi. A szavazást meg azért tettem ki, mert ugye van, aki konkrétan azt is, ugye jobban szeretné, hogyha a Sawbridge állomás, meg a kisvasút megváltoztatása lenne a program. Az is program, tehát az sincs elfelejtve meg tőle. Csak ugye, tehát az a helyzet, hogy én azt terveztem, ugye, hogy októberben még egyszer elmenjünk Londonba, de aztán rájöttem, hogy hát nem tudnám megfinanszírozni, tehát most jöttem rá igazából, hogy nem tudnám megfinanszírozni jelen pillanatban. De ugye, ha mondjuk ilyen szerencsejegyel megyek, tehát 15 font oda, 15 font vissza, az is 30 font. Úgyhogy ez most nem biztos, hogy működik. Meg Londonban is van még mit mutatni, nem arról van szó, de most egy kicsit hanyagoljuk Londont. Csak legyen valami változatosság. Úgyhogy akkor vagy Blackpool, vagy ez a Wellingtontól Wellingtoni körbe vonatozni. Most ezek a fő tervek. Sawbridge az majd, hát valószínűleg csak jövőre. Bár hogyha úgy alakul, mert ugye most egy új projektbe kezdtem, ami a csatornát nem érinti, csak engem anyagilag. Úgyhogy ha úgy alakul, akkor lehet, hogy születésnapomra meglepem magam, úgymond, és akkor elmegyek Sawbridge-be meglátogatni ezt a kis vonatot, mert ugye ez a szerelvény is egy kicsi vonat, de a vonal hossza is eléggé kicsi, hiszen összesen egy állomás távolság, és ez kb. Olyan 4 óra alatt teszi meg a vonat. Tehát nem egy nagy vasszidó, de ez az érdekes, mert ilyen jármű nem közlekedik máshol, és ez Európa tudomásom szerint legkisebb vasúti távja, tehát legkisebb táv, amit vonattal meg szoktak tenni. Igazság szerint ez csak egy ilyen érdekesség. De akkor majd körülnézünk Sawbridge-be is. És a legnagyobb terv most, hogy Londonban már voltam, most találtam magamnak egy új úti célt, ahol még nem voltam, és az is furra drága, tegyük hozzá. Ez pedig Newcastle. Azt is megmondom, hogy miért érdekes Newcastle, mert hogy ott jár metró.
ezt úgy tessék, nem úgy tessék értelmezni, mint a londoni metrót, hanem ez is egy ilyen összvér, tehát ez a hév villamos együtt valami ilyesminek kell elképzelni, de inkább hévnek, csak ők metrónak hívják, és mert több állomása is van föld alatt, tehát ezért hívják metrónak. Na, a lényeg, hogy ez a Time and Wear metró, ezt akarom majd felfedezni, meg ugye ott van még Glasgow is, tehát az sem két font. Úgyhogy hát vannak úti célok, vannak tervek, aztán majd meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok anyagilag. Na, addig is like, comment, feliratkozás, esetleg egy kis donation, kerítésen, és ja, még egy valami. Azt mondtam ugye korábban, hogyha 750-ig elérjük, akkor lesz Q&A. De mivel az 500-as Q&A az kvázi nem volt, mert nem volt elég kérdés, vagy nem volt elég ember, akit érdekelnének a válaszaim, ezért most fölteszem újra, ha eddig végéig elérjük az 550-ig, nem 750, csak 550, tehát már lejjebb vittem a részet, ha elérjük az 550-ig, akkor lesz megint Q&A, azoknak is, akik már kérdeztek, de természetesen más kérdésekkel, és nyugodtan más is. Hajrá! Tehát szedjétek össze a gondolataitokat, és ha elérjük az 550-et, akkor föl lehet tenni a kérdéseket, majd arról nyitok egy új videót, vagy egy új posztot, és az alatt lehet kommentben kérdezni, én pedig vagy akkor összeszedem a válaszokat. Na, ennyit erről. Mondtam mindent. Jó, hát akkor találkozunk majd legközelebb. Már ennyit. Abáj, jövő azért.